Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a CDDA folytatása. Sétáló mágusokkal, mágusunkkal, vagy bolyongó mágusunkkal. Ahogy jobban tetszik. Ugye két alkalommal se sikerült már aludnunk. Nem túl egészséges. Próbáljunk enni, inni. Valamit, ami mondjuk úgy segít. Valami, amiben kaja van, hogy a szomjúságot és a éhséget egy csöppet csökkentsük. A fegyvert visszük, még kellhet. Alapvetően ennyi. Ja, terv az, hogy hát valamelyik házba itt meghúzódunk. Hát, ha ott végre tudunk aludni. Hullafáradtak vagyunk, éhesek is, stb. Zombi kutya. Anélkül is meg vagyok. Ja, manákból jól állunk, manából. Egyelőre legalábbis. De ez nem azt jelenti, hogy alapvetően harcolni akarok. Hát ez persze nem sikerült elkerülnöm. Mindegy, mondjuk gyakorlat legalább a varázsláshoz. Mennyinél áll? 1500. Azért az elég sok. De egyet likvidáltunk. Pömp. Telefont visszük, mert van benne. Hogy hívják? Elem. Meg a másik kettő elemet kiszedjük. Aztán körülbelül ennyi a, amit csak úgy össze tudunk szedni. Azt hiszem. Még egy picit oldalra. Itt egy crawling zombi, az, amik nem akarok találkozni fölöslegesen. Mielőtt becsapódna abba a házba, inkább húzzuk föl. És semmisítsük meg. Mert egy magányos zombival elbánunk viszonylag könnyen. Viszonylag könnyen, mondom én, aztán épp hogy csak meg vagyunk. Na, ez nem túl jó hír. Feral runnerek, ráadásul három is. Na, ez egy jó kérdés. Fölhúzhatom magamra. És akkor ugye ez a szoba, amit van mellettük, az egyúttal hálószoba. Hello! Ha csak kettő jön, az csak sok. Meddig tudunk? 12. Mondjuk szerencsére a Feral Runnerek egy picit gyengébbek az átlagos zombiknál. Cserébe sokkal-sokkal gyorsabbak, mint látható. Oké, talán egyet le tudok futni. Egy darabig. Igazából csak némi táv kell.
már ha időnként betalál a varázslatom. Hogy állunk? Mindjárt szintet lép. Oké. Swiss Army Knife, azt elfogadjuk. Az egy jó kis vegyes felvágott képesség. Travel Pack. Azt megjegyezzük, még lehet, hogy kell nekünk. Oké. Ott... Pitbull kontra zombi. Pitbull nyert. Most már van mellett egy normál zombi is. Annak nagyon nem örülök. Oké, Ferrari Runner-t behúztuk. Nem feltétlenül a jó ötlet, de ezt tettük. És ha kidőlne, akkor azért tök boldogunk lennénk. Némi lőszer. Ebből való lőszer, igen. Hú, az hogy nem fog ártani. Más egyéb nem. Oké. Hát igen, kockázatos, de megpróbálunk itt aludni egyet. Ha nem találnak meg, akkor nem rossz. De ez egy eléggé random esemény és kockázat. Ha más nem, akkor egy 2-3 órát már aludtunk. Ami sose fog ártani, hogy egy ilyet meg tudtunk ejteni. És még a város viszonylag szélén vagyunk, úgyhogy még egy-két további épületben majd be tudunk sompolyogni későbbi alvásokra. Na már csak fáradtak vagyunk, nem holt fáradtak. Ez egy fél siker. Cserébe éhesek is vagyunk. Egy 2 vagy 3 éjszakát hagytunk ki kényszerpihenővel. Úgyhogy azért elég sokat kell várni. Valamikor kora délután, késő délután kelünk föl, ki tudja. Vihar odakint. No, felkeltünk 5 órakor. 7 óra körül aludtunk el. Tehát gyakorlatilag egész napot átaludtuk. Hogy állunk? 3 literes bödön. Itt van, jártunk elvileg. Hát, nem a legjobb, de megesszük. Oké.
Oké. No. Az alvó pozíciót áthúzzuk. Nem vagy jó hír, de áthúztuk. Viszont cserébe már nem vagyunk teljesen holtfáradtak. Oké, készítsünk két makeshift slinget. Viseljük a másik maradékot. String jöhet. String jöhet. Nem kell. Ezt szintén fölmarjuk. Oké. Egyet tudunk még vinni. Oké, továbbra is relatív tiszta az idő. Oké, nem lát. Hát ez megnyugtató, hogy ez itt van a szomszédban. Szükség esetén tudunk varázsolni, sőt szintet lépett, most már 10-et sebez, és 13 hatótávra. De csak ennyi. Ennyi a jó hír benne. Pitbull ott garázdálkodik, travel packet kézbe kapjuk. Megpróbálunk visszamenni a bázisunkra. Szóval majd meglátjuk, hogy ez még mit fog jelenteni ott. Random. Brainless zombit megpróbálnám levadászni. Mert az jó gyakorlás. Azt mondom, hogy olcsó, de jó gyakorlás. Ha, még egy kis lőszer. Talán már sok is. Valahol itt volt egy zombi kutya. Most nincs itt. Nem tudom azt mondani, hogy ez baj. Az már inkább, hogy itt van két zombi. Oké, hát azokat likvidálnom kell. Mert nem maradhatnak itt, ahol én kraftolgatni és egyebezni akarok. Oké. Továbbra sincs egyiknél se túl sok minden, nem is kell, hogy legyen. Oké.
Aztán idővel... Szépen megszabadulunk a mindenféle kütyüktől. Elbontjuk, amit el kell bontani. És akkor lesz rengeteg kütyünk. Telefonok nem kellenek. Az egyiket megtartottuk volna. Na mindegy. Jó. Üres kész, felkészült, stb. Likvidált még egy zombit. Oké, az a maradék két óra az nagyjából oké. Számomra. Mi kellene? Tailoring. Háromnál állunk. Nem tudom, hogy mivel gyakorolhatunk tailoringot, de... Balaklava. Jobb híján. Miért is alacsony? Mert nedvesek vagyunk. Meg kéne magunkat tudni szárítani. Na, megnőtt a morálunk. Megnőtt. Nem gyorsan, de megnő. Tailoring 3. Oké. Egyrészt tudunk már készíteni hátizsákot. Sőt, travel packet is sajátot. Még 3 óra lenne. Míg elkészül. Petpack. Vagy egy saját duster, szintén órás távba. Hát nem is tudom. Dusterrel járok a legjobban. A hoodit lecseréljük egy... Vagy trench coat? Hat, hét, kettő, ugyanott tartunk. Oké, melyik kell, duster vagy trench coat? A hoodit azt mindenképpen bukjuk. Lábbal van-e probléma? Igazából nem. Nem a legjobb, de nem vészes. Oké, akkor lehet trench coat, és akkor legalább kicsit nagyobb fedezék, vagy páncél, vagy hogy is mondjam, vagy duster, hogy mondjam, és akkor kezet, lábat, mindent véd. Kezdjük el, aztán majd meglátjuk, meddig bírjuk. Fénnyel. Nem elég volt, úgyhogy igazából ezzel nincs is nagy probléma. A hoodit meg ledobjuk. És 9 liter kényelmes viselet. Egyúttal 14%. Hát ez igen tré. Ez igen tré.
Krém szóda. Meg egy kis víz. Hát nem állunk rosszul, de jól se. Stimuláns, kicsit boldogok vagyunk tőle. Ügyességünk. Csipetnyit már javult. Jééé, haladunk. Lassan-lassan haladunk. Azt hiszem már ennyi lesz. Következő probléma, hogy ha aludni akarunk, akkor tovább kell menni, vagy éjszakai randalírozást megpróbálhatunk a városban. Az se egy rossz ötlet. Meglátjuk legközelebb. Már ennyi.